A következő percekben maradunk az irodalomnál. A Kamasz Terasz egyik fiatal tehetsége meghívást kapott a Sárvári írótáborba, ahol dicséretes oklevelet kapott. Vendégünk a fiatal író Tóth Virág, akit Nagy Zsuka is elkísért. Sziasztok, jó estét! Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy előttem az utódom, vagy mellettem az utódom? Milyen érzés egy ilyen ifjú tehetség fényében fürödni? Hát nagyon-nagyon jó érzés, én Virágot nagyon nagy tehetségnek tartom és érzem és gondolom, a Kamasz Terasznak is, szerintem a középiskolásoknak a nagy-nagy tehetsége a költészetben, úgyhogy én büszke vagyok rá mindenképpen. És mikor a ti találkozásotok, honnan datálódik? Hát az úgy volt, hogy 2 éve, 3 éve? 2 éve, igen. 2 éve. A költészet napján meghívást... Versíró verseny is versíró? Volt. Na mondd, Virág. Na, igen, egy versíró verseny volt ott iskolai keretek között, és ott mondták, hogy jönni fog Nagy Zsuka, és hogy nem szeretnék-e részt venni. És én akkor még nagyon fiatal voltam, még nem mehettem volna, de beszöktem, és akkor... Nem semmi. És Zsukáról tudtál már akkor valamit? Hogy költő, nyíregyházi költő. És akkor végre találkozol egy húsvér költővel. Mikor kezdted te azt érezni, hogy lehet, hogy most már te is költőnek vagy írónak vallhatod magad, vagy egyáltalán kimered ezt mondani úgy, hogy ne érezz azt, hogy hát azért még biztos ezt nem is lehetne nekem gondolni magamról? Igen, ezen nagyon sokat gondolkozok én, hogy mikortól költő egy költő. Nem tudom, mi ez a pont. Én soha nem mondtam magamról, vagy szerintem ez ilyen furcsa dolog. Én nem mondtam még. Nagyon nehéz szerintem akár arról beszélni, hogy az embert mi motiválja, hogy milyen érzés az, amikor szinte zsiborognak az ujjaid, és burjánzanak a gondolataid, és úgy érzed, hogy akkor most itt van a pillanat, és ezt papírra kell vetni. Aki ezt nem élte meg, az lehet, hogy nem is nagyon tudja átélni. Egészen más az, amikor ugye te vagy az, aki a gondolataidat leírod, és megint más az, amikor megszólaltatod valakinek a gondolatait. Ugye te mindkettőt műveled, mert hogy verseket mondasz is. Melyiket érzed egyébként a szívedhez közelebbinek? Egyáltalán lehet-e ilyet kérdezni? Hát én a versmondást vagy szavalást nem szerettem régebben, meg szerepelni sem annyira, és inkább az írást szerettem mindig, az ugye egy kicsit olyan magadba burkolózol és egyedül vagy, de utóbbi időben azt is megszerettem, és kicsit bátrabb vagyok. Na hát most azért meg is mutatom, ugye itt van az emléklap, amelyet kaptál. Egyébként konkrét műnek köszönhető ez az emléklap? Mi volt, ami miatt a zsűri erre érdemesnek találtatott? Hát beküldtem egy pár verset, és abból ők 2 választottak ki, amikkel foglalkoztunk, amiket értékeltek, és az a 2. Lehet azt mondani, hogy lassan egy ilyen mentor-tanítvány kapcsolat lesz közöttetek? Vagy költőtársnak tartjátok egymást? Hát mindkettő, azt gondolom, hogy mindkettő. Ugye a Kamasz Terasz nevű formációban vagyunk, amit a könyvtár egy hónapban egyszer ugye lehetőséget ad nekünk. Itt műhely munkák vannak, és Virága az egyik költünk, és ott megbeszéljük a versekkel kapcsolatos teendőket. Hogy néz ki egyébként egy ilyen Kamasz Terasz ülés, vagy találkozó? Igen, hát nem kreatív írásnak nevezném, de a picit az is, egy kicsit egy baráti társaság, kicsit egy ilyen kis lélekkuckó a fiatal középiskolásoknak. Igazából mindig hoznak vagy verset, vagy novellát, tehát Béres Tamással vagyunk 2, novellákat és verseket hallgatunk, és akkor véleményezzük őket igazából. Elemzitek? Elemzünk, véleményezzük, ugye, hogy lenne jobb, hogy kifejezőbb, mik azok a közhelyek, azok a sablonok, amiket hagyjanak el, de mindenképpen a szeretet és a barátság nevében, tehát nem ítészek akarunk lenni, hanem egy ilyen kis lelki írói kuckót szeretnénk a gyerekeknek adni, vagy biztosítani.
Sokat gondolkodok azon, én is szeretek írni, és néha azt gondolom, hogy majd egyszer biztos, amikor már nagyon öreg leszek, és majd mindenki meghalt, aki most még nem örülne neki, ha visszaolvasná a saját sztoriát, vagy, tehát úgy tolom el az időbe. A másik oldal meg az, hogy ó, hát ma már mindenki blogger, hát most akkor mit harcoljak itt a többi bloggerrel, vagy íróval. Igen, ti hogy vagytok ezzel, hogy tényleg boldog-boldogtalan a közhely gyűjteményeit megosztja mindenféle oldalakon, ehhez képest ugye komoly gondolatokkal előrukkolni, egy könyvet kiadni, olyan kevesen vesznek könyvet néha, úgy gondolom, néha meg úgy tűnik a könyvesboltosok azt mondják, hogy nagyon sok könyv fogy. Igen, ez viszonyítás kérdése szerintem, de én azért azt kijelenteném, hogy még mindig sokan olvasnak, vagy akik olvasnak, azok sokat olvasnak, és nagyon sokan írnak és alkotnak. Hát lássuk, ugye 50 diákot választottak ki ebből. És talán 280 pályázó volt, tehát azért érkezett be pályázat rendesen, és aki nem ilyen szinten ír, ő is asztalfióknak telefonjegyzetbe bárhova. Tehát azért a gondolatok ott vannak, és valahol meg kell, hogy azt jelenítsük. Virág, milyen elképzeléseid vagy terveid vannak? Most azért jön a nyár, gondolom, hogy egy kis szusszanásnyi időt csak lesz, és többet tudsz írni, és kevesebbet kell tanulni. Mit szeretnél mondjuk a nyáron megírni? Hát az eddig megírt verseimet is szeretném kicsit rendszerezni, picit olyan össze-vissza minden, és azokat szeretném így ráncba szedni. Inkább. És mondjuk egy ilyen 5 éves periódusban, ha gondolkodunk, vagy esetleg ez a mi leszel, ha nagy leszel kérdés most megfogalmazódik bennem, akkor arra mi a válasz? Hát egyelőre még nem tudom, írni biztos, hogy fogok, azt semmiképpen nem hagynám ki, és szerintem aki egyszer elkezd írni, nincs olyan, hogy abba hagyja, aki ír, az mindig írni fog minden körülmények között. Ez egy érdekes, és azt hiszem egy igazi arszpoétika. Már csak egy kérdés, hogyha valaki mondjuk úgy érzi, hogy milyen jó, ő még nem is hallott erről a kamaszteraszról, esetleg a nyár folyamán be lehet kapcsolódni, vagy olyankor ti is nyári szünetre vonultak, hogy lesz? Tehát havonta egyszer van ez a foglalkozás, és az első szerdán mindig, a hónap első szerdáján, most ez kivétel, mert jövő héten lesz szerdán, a kamaszterasz 5:30-tól, és az ünnepi könyvhéten fogunk bemutatkozni, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szemle, egyik rovata leszünk mi, tehát 3-4 tehetséges írót és költőt bemutat a szemle, és a könyvfesztiválon is be fogunk mutatkozni, de nyári szünetre vonulunk, tehát a könyvtár is bezár, és szeptembertől, októbertől kezdjük újra ezeket a foglalkozásokat. Zsuka, és a te írói pályafutásod, most éppen mind dolgozol, vagy mit fejezel be? Hát egy verseskötetten dolgozom, a Delej címűn, és a könyvhétre fog megjelenni egy kiadvány, egy helyi kiadvány, amit a könyvtár ad ki, a megyei könyvtár, Tornacipők a Stégen címmel. Ezek ilyen versbeszédek és kiállítás megnyitók, amiket tartalmazni fog. Köszönöm szépen, sok olvasót kívánok. Köszönjük költészethez szépen. És a prózákhoz egyaránt.